Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a VNTV és a Duna Média nézőit. Önök Tirol szívéből láthatnak bennünket. Ha tudnék jódlizni, akkor most egy óriásit jódliznék el a gyönyörű hegyfokról. Láthatják ezt a csodálatos tájat, amelyet csak úgy álmainkban láthatunk általában, akik az Alföld síkságjához szoktak, de a Bakony hullámzó tája is ehhez képest csak kis domboknak lehetne apostrofálni. Gyönyörű helyen vagyunk, és el is áll a szó. Bent akad, pedig én állandóan szoktam beszélni. Kövessenek minket az elkövetkezendő 10 percben. Egy olyan csodát mutatunk bennünknek, amit egyszerűen csak itt úgy apostrofálnak, mint az életerő tankstelléje, vagy az életerő töltőállomása, aki itt egy pár napot el tud tölteni, feltöltődik napsütéssel, energiával és a csönd utánozhatatlan és frenetikus erejével. Életerő töltőállomás. Mindenekelőtt hadd magyarázzuk meg a címet. Ausztria Tirol tartományában járunk, Salzburgtól mindössze 85 kilométernyi távolságra délnyugati irányban, annak is egyik legszebb vidékén. A lenyűgözően szép Kitzbüheli Alpok és a világhírű pezsgő életű Kitzbühel várostól körülbelül 6 kilométerre. Itt ékeskedik Kirchberg, egy bájos kis tiroli közösség, mely 836 méter tengerszint feletti magasságban, 97,76 négyzetkilométer területen fekszik, és 5223 lakossal büszkélkedik. Turizmusa a 7900 vendégággyal meghatározó szerepet játszik gazdasági életében. Hamarosan megérkezünk a Walsh család tulajdonában lévő második és harmadik generáció által vezetett Kirchbergi négycsillagos Superior Hotel Elizabeth Wellness szállóhoz. Mi ezt és a régiót neveznénk életerő töltőállomásnak. A közel 100 szobában rendelkező szálloda az egyike azon vezető tiroli hoteleknek, ahol a mai kor követelményeinek és a hagyományok ápolásának tökéletes összhangja nap mint nap megvalósul, hiszen a magas színvonalú modern szállodai szolgáltatások és a család tulajdonában lévő parasztgazdálkodás termékei együttesen szolgálják kicsik és nagyok megelégedettségét. Elizabeth, akiről a szállodát is elnevezték, pezsgős köszöntővel fogadott minket. Reggeli, vitál uzsonna, 4 vagy 5 fogásos vacsora, hogy a gasztronómiáról is beszéljünk. Persze javarészt az alapanyagok saját gazdálkodásból származnak. A Walsh család szeretete és elkötelezettsége szülőföldjük Tirol és annak hagyományai iránt, valamint a szálloda alapító felmenők tisztelete meghatározója vendégeik megbecsülésének. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a VN Televízió és a Duna Média nézői nevében. Ön egyszerűen nem csak Elizabeth kisasszony, nem csak egyszerűen szép, hanem névadója egy gyönyörű szállodának itt Tirolban. Milyen érzés volt, amikor a családja úgy döntött, hogy az ön nevéről nevezik el ezt a gyönyörű objektumot? Vielen Dank erst einmal für das Kompliment. Köszönöm a kedves bókot! 1989-ben elég kicsi kislány voltam. Így számomra szinte természetes volt, hogy a szálloda rólam kapta a nevét, hisz beleszülettem ebbe, itt nőttem fel. Gondolom, hogy tradicionális a családban, hogy vendéglátással foglalkoznak, de ez egy nagyméretű vállalkozás, hiszen itt mindenből a maximumot adják a vendégeknek. Nincs valami rizikó, hogy ezt mégis nem tudják hosszú távon fenntartani? 1950-ben indult a vállalkozás. A nagyszüleim kezdték egy fogadóval, majd ifjúsági szállás lett, generációkon keresztül vált 4 csillagos Superior szállodává. Mi a filozófiájuk, miben különböznek az összes többi környező szállodától, hasonló objektumoktól? A hotel iránti elkötelezettségünk adta filozófiánk, hogy szeretettel, szívvel, lélekkel dolgozunk ezért a szállodáért. Bármikor, aki ide megérkezik és megérzi ezt a gyönyörű illatot, ami itt fogadja, csodával tölti el, amikor először gyerekként kiment az erdőbe és megérezte a gyönyörű illatot, mit gondolt erről? Mi ez az illat, amit itt nagyon sokan éreznek, amikor ide érkeznek? Ez a kellemes illat, ami a vendégeket is fogadja. A círbolya fenyőfák illata. Sokszor éreztem én is ezt gyermekkoromban. Amikor az étterembe bemegyek, akkor itt a környező parasztgazdák sajtjai, lekvárjai, tökmagja és minden olyan természetes anyag megtalálható, amit ez a gyönyörű vidék adhat. Az étteremben a joghurt, a vaj, a lekvár mind a parasztgazdaságunk terméke. A lekvárt egyébként itt a szállodánkban készítjük. Fontosnak tartjuk, hogy a régió termékei is megjelenjenek.
A méz az itteni oszták méhészetből jön, de a gyümölcsökre is nagy hangsúlyt fektetünk. Mire a legbüszkébb az Elizabeth Hotellel kapcsolatban, amiben őket nem tudják utolérni itt a környékbeli hasonló szállodák és komplexumok? Ahogy említettem korábban, a saját paraszgazdaságunkból kínáljuk vendégeinket. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezáltal mit kínálunk a vendégeinknek, pontosan a mai világban elhangzó ételbotrányok miatt. A legnagyobb dolog az, hogyha valaki azt kínálja vendégeinek, amit ő saját maga is elfogyaszt. A másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy Magyarországon, hogyha önnek lenne egy szállodája, és ön termelne ezt, azt, leklárt, stb. Nem biztos, hogy bevihetné a szállodába, mert olyan előírások vannak az EU-ban, ami ezt nem engedi meg. Itt milyen módon történhet ez meg mégis? Der Bauer, der bei uns die Landwirtschaft führt, das ist mein Bruder. A paraszgazdaságot a bátyám vezeti, így áttekinti az egész folyamatot, és hogyha Magyarországon lenne szállodám, önhöz fordulnék kérdéseimmel. Ez mindenféleképpen csodálatos, hogy ezt itt meg tudják tenni. Nincs is más út szerintem, mint az, hogy a saját dolgaikat a saját szállodájukba értékesítsék. Azt is megfigyeltem, hogy mindenütt széles ajtók vannak, tehát bárhol akár ilyen kocsin is be lehet tolni az embereket a gyógykezelésekre. Számítanak ilyen utókezelésekre, vagy beteg emberek gyógyítására is? Igen, ez így igaz. A vendégeinknek felkínálunk különböző kezeléseket, mint például síbalesetek után hasznosak lehetnek, hogy gyógyulásokat segítsék, mint például a nyirokmasszázs. Gyakorlatilag mindent elkövetünk, hogy a vendégeink jól érezzék magukat. Hogyan képzel el a jövőjét és a gyerekei jövőjét? Ugyanitt fognak a gyerekei is élni, dolgozni? Van-e itt megtartó erő, ami tartja a fiatalokat? Ez egy csodálatos érzés, látni nap mint nap, hogy minőségi munkát végzünk, és látni azt, hogy a vendégek elégedetten távoznak. Ez egy kihívás számunkra, nap mint nap. Mi volt az a legtávolabbi pont, ahonnan jöttek vendégek a föld tájairól? A legtávolabbról érkező vendégek Ausztráliából és Dél-Amerikából jöttek. Mi most egy gyönyörű augusztusi nyári napsütésben beszélgetünk itt, de ha eljövök ide ősszel vagy télen, mivel találkozhatom itt a régióban? Igazából most nem itt kellene ülnünk, hanem fent a hegyekben járni, hiszen a Kitzbüheli régió csodálatos vidék. A hegyek nyáron is nagyon sok élményt kínálnak. Ősszel, amikor az állatokat lehajtjuk a hegyről, az egy külön ünnep nálunk. Minden színes, vidám, ilyenkor rengeteg látogatónk van. Télen természetesen a síjelést kínáljuk, mert a Kitzbüheli régió Ausztria egyik legszebb síparadicsoma. Gyakorlatilag a hotel bejárataig el tudunk síjelni. Elizabeth, ön síjel egyébként, és van-e valami olyan ismert személyiség a környéken, aki itt a versenyeken eredményesen szokott szerepelni? Természetesen én magam is síjelek és snowboardozok, de a régióban sok neves síjelő élt, sportolt. Többek között Hansi Hinterseer, aki arról is ismert, hogy zenész lett. Nem csak a síjelőknek kínálunk programokat, például hótalpas vagy fáklyás túráink is vannak. Nekem, mint ilyen koca síjelőnek, a hütétől a hütéig tart általában a síjelés, ahol mindig egy kis glühweinnal és kenknődüllel mulattam az időt. Gondolom, ezen a környéken is vannak népszerű italok és népszerű ételek. Mik általában ezek? Én is gyakran ülök a hüttében, és eszem egy jó császármorzsát, és akár hiszi, akár nem, az itteni parasztoktól származó finom tejet iszom, vagy a sajtos tészták után egy jó pohár sör igazán jól esik. Tökéletes a szállás, tökéletesek az ételek. A wellness részleg milyen kuriózumokkal rendelkezik? A wellness részlegünk három szinten helyezkedik el. Ez a szállodánk büszkesége. A kerti részlegünkben egy fürdőtó is található, és egy mezit lábas kőtaposó. Utolsó kérdésem az lenne, hogy mit jelent ez a tirolise Lebenskraft, vagy a tirolise életerő, amiről itt annyit lehet hallani, és hogy látom őt is, egy kicsit tanú egészségben van, annak ellenére, hogy reggeltől estig dolgozik. Ami az előnyünk és a pihenést szolgálja, hogy az egész napos munka után nem kell egy smogos városon keresztül utaznunk, hanem gyakorlatilag lehetőségünk van egy jó sétára a hegyekben, vagy egy jó síjelésre.
És ez bizony, ki is használjuk. Das ist ein ganz großer Erholungsort. Ein ganz von Belgien stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. A szálloda grandiózus spa és wellness részlege gazdag kínálatával, legmagasabb színvonalú szolgáltatásaival kívánja kényeztetni a szállodai vendégeket, függetlenül attól, hogy a vendég az egészségéért, vagy épp a szépsége megőrzéséért kíván tenni valamit. A három szinten elhelyezkedő 2000 négyzetméter nagyságú Vitalis élményvilág megjelenésében a tradicionális építőanyagok és a különleges extrák ötvözete. A vendég itt álomszép környezetben élvezheti a teljes testi és lelki kikapcsolódást, miközben gyönyörködhet a fenséges tiroli hegycsúcsok látványában. Az oázis első emeletén a masszázs és kozmetikai kezelő részleg, a második emeleten ódonfából készült szauna 90 Celsius fok, szanárium 60 Celsius fok, aromagőzfürdő, infrakabin, knejp taposó medence, masszírozó zuhanyzók, sókamra, pezsgőfürdő, belső és külső pihenő részleg invitálja a feltöltődni vágyó embert. A harmadik emeleten fitnessterem, külső pihenő részleg, nagyméretű úszómedence csodálatos panorámával és pezsgőfürdő áll a vendégek rendelkezésére. Amikor önt nézem, akkor egyszerre látok egy gyönyörű kismamát és egy erőtől duzzadó tiroli asszonyt, és ez a kettő gyönyörűen ötvözve van, és látom, hogy kiegyensúlyozott békében van és harmóniában. Mit jelent önnek, hogy itt dolgozhat és itt élhet? Csodálatos egy ilyen környéken, mint ez a régió, élni és dolgozni egyaránt. Ha a környéket nézzük, akkor látjuk, hogy a földanya itt kényezteti a testet, de milyen módon tudja kényeztetni a spa, ahol dolgozik a lelket és a szellemet. Nagyon fontos, hogy vendégeink számára egy testre szabott kényeztető programot állítsunk össze, hogy ezáltal is fokozzuk a jó közérzetüket. Röviden, hangsúlyt fektetünk az egyénre szabott kezelésekre. Mik voltak a legnagyobb sikerei az elmúlt évek során a kezelések kapcsán? Nagyon fontos, hogy összehozzuk a hotel és a régió adottságait. Egyéni ötleteket vetünk be a szálloda programjába. Ilyen például a négykezes masszázs, ami a hotel specialitása. A legfontosabb a vendégek jó közérzetének biztosítása. Gondolom, gyakran vannak visszatérő vendégeik, ők mit mondanak el, hogy mi a legjobb az itteni szolgáltatások közül? Ja, wir achten auf die Qualität. Weil es gibt einfach so wahnsinnig viele Hotels und Beauty. Elsősorban a legfontosabb számunkra a minőség biztosítása, hogy ezáltal vendégeinket megnyerjük, illetve megtartsuk, hiszen annyi wellness vagy szépségközpont kínálkozik manapság. Nekünk a minőség a legfontosabb, és azon belül is, hogy különbözzünk másoktól, és ez a wow effektus, hogy azt mondjam, wow, ez nagyon jó volt. Kismamaként egy idő múlva ugyanide szeretné visszajönni dolgozni egyébként? Természetesen. Látom, hogy ez nem csak munka, hanem éles stílus is. Genau. Das ist natürlich das Schöne, was man dann hat, wenn man wirklich. Igen, ez pontosan így van. Nagyszerű dolog, hogy az ember szereti a munkáját, és a munkája egyúttal a hobbiává válik. Egy szép környezetben boldogan végzem a munkámat. Mi van azokkal, akik nagyon szeretnek itt élni, mert tiroli szívdobog bennük, de nem szeretik a havat? Elmennek szánkozni, de jobb, hogyha szeretik a hideget, és szeretik a havat. Mi most itt gyönyörű időben vagyunk itt, süt a nap, de azért itt 8-9 hónap azért hóesésben és havas tájra telik el. Itt született, tehát ő beleélt ebbe a környezetbe, vagy idejött, és úgy került ide.
Igen, én így születtem. Nagyon szeretem a 4 évszakot a hegyekben, hiszen minden évszaknak megvannak a maga szépségei és lehetőségei. És ezt szeretem is kihasználni. A szálloda a vendégek egészséges táplálkozására is odafigyel. Mivel konyhafőnökük is nagyra becsüli a tradicionális konyha és a nemzetközi trendek szinergiáját, így elsősorban a szálloda saját parasztgazdaságából származó kiváló minőségű élelmiszerek, illetve a hagyományos és a modern nemzetközi konyha ízei kerülnek nap mint nap a vendégek asztalára. A szálloda tulajdonosok sajgyártó üzeme, gazdaságuk és cukrászdájuk, ahonnan a sajtok, tejtermékek, húsfélék és cukrászati termékek származnak, mind-mind a vendégek kulináris megelégedettségét kívánják szolgálni. Ott jártunk az alpesi kisvároska Kirchberg még inkább megtelt élettel, hiszen jubileumi virágfesztivál tartottak. Az utcákon felvonult az egyszerű gazdáktól kezdve a lakókon keresztül a szálloda tulajdonosokig, szinte mindenki. Nem láttak itt sehol virágot, a Blumen Fesztiválra honnan hozták ezt a rengeteg gyönyörű virágot? Ja, herzlich willkommen hier in Kirchberg in Tirol, hier heute das 20-jährige Jubiläum des Kirchberger Blumenkurses. Szeretettel köszöntöm Önöket Kirchbergben a Virágfesztiválon. A fesztivált 2013-ban 20. alkalommal rendezzük meg. A virágokat Hollandiából hozzák, összesen 500 ezer darabot, és kézzel kötik össze. Közel 500 ezer üveg sört is látok a környéken. Ezeket a környékről hozzák, vagy úgy szintén távoli országokból? Természetesen a Virágfesztiválhoz hozzátartozik a sörözés is. Hazai sörökkel, tiroli, zászburgi beszállítók söreivel várjuk az ide látogatókat. Említette, hogy 20 éve van Virágfesztivál, és nagyon sokan visszajárnak ide. Mi a legfontosabb momentum, amiért szeretnek az emberek évről évre visszajönni ide? 20 évvel ezelőtt az első virágkorzó alkalmával két autó vonult fel, virágokkal feldíszítve. Akkor sajnos esett az eső, nem sikerült úgy a rendezvény, aztán később jó reklámmal, már a környező országokból is érkeztek ide látogatók, Svájcból, Németországból, Hollandiából és Magyarországról. A környék legjellegzetesebb produkciója a sajt, mivel több ezer tehén éli itt boldog életét. Ők milyen módon vesznek részt a Blumen Fesztiválon? Igen, természetesen sok a boldog tehén itt a legelőkön, főleg ebben a jó időben nagyon finom tejet adnak. Persze közvetlenül nem vesznek részt a Virágfesztiválon, viszont a termékek, a kitűnő sajtok megvásárolhatók. Mivel ez a 20. alkalom, hogy augusztus 15-én megrendezik ezt a fesztivált, milyen különleges programokat készítettek erre a mostani alkalomra? Ja, der Kirchberger Blumenkurse wird seit Beginn immer am 15. August gefeiert. Es ist ein hoher. Igen, minden évben augusztus 15-én rendezzük meg a virágkorzót, hiszen egy vallási ünnephez kötődik, viszont a mostani 20 éves jubileum alkalmából a hét minden napjára jutott program. Természetesen Tirolban és a környékén is nagyon sokan jódliznak, de ha ma meglátogatja a színpadi programot, ott is talál kedvére valót. Ezek után tényleg nem maradt más. Ha teheti, töltődjön fel ön is tiroli életerővel és energiával. Aus Tirol ist liebreich, aber geht recht ist nicht. Jorodüri, jorodü, jorodü, jor. Mir ist lieb, aus ist liebreich, dem beim Geld schlopf ich nicht. Jorodüri, jorodü, jeho. Hola du 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 du, hola du die ho, ulio du 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 du, hola du 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 du, ho, du 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 du, hola du 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 du, ho.